Az idei hetedik alkalomra már több mint 100 traktort várnak Levélre, a hétvégi veterán traktor találkozó és családi napra. Az első alkalommal 2012-ben még csak alig haladta meg a 10-et a felvonuló mezőgazdasági gépjárművek száma, így a mostani adatokkal nagyon elégedettek a szervezők. Mára nem csak a levéliek és a környező településen élők körében népszerű a kétnapos fesztivál, hanem idén is várnak Ausztriából és Szlovákiából is vendégeket. Nem elsősorban csak a szórakozási itt a szerep, az első nap az egy szakmai nap, nagyon színvonalas előadókat sikerült megnyernünk. Délután 3 órakor indul a szakmai program. Itt többek között a Moson-Magyaróvári Egyetemről, a mezőgazdaságban a drónok szerepéről tart egy előadást Milics Gábor úr, a Küne 160 éves mezőgazdasági gépgyár történetéről, ami a kezdetektől napjainkig öleli fel a cég történetét, szintén hallunk majd egy előadást, ezen kívül szintén a Moson-Magyaróvári Egyetemről Fazekas Imre úr tart egy előadást, és a Lajtamag Kft. Részéről a zöld trágyázás előnyei használata mezőgazdaságban címmel lesz egy előadás. A szakmai első nap végén azért elkezdődik az igazi buli is, hiszen már péntek este neves fellépők várják a szórakozni vágyókat. A második napon a traktorok felvonulása mellett többek között lesz gyermekhorgászverseny, főzőverseny, cséplőgép bemutató vagy fűnyíró traktoros ügyességi verseny is. Délután az államalapítás ünnepét tartjuk itt, és a községi elismerések átadására kerül sor már minden évben, és este pedig a Bábel nevű zenekar fogja szórakoztatni a közönséget, és a végén egy nyárzáró utcabállal, és hát természetesen tűzijátékkal, és hát a tűzijáték előtt pedig a horgásztó diszkvilágításának az avatásával fogjuk zárni az eseményt, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fog szórakozni. Ezen a hétvégén tehát várnak mindenkit Levélre, pénteken és szombaton, a programokat végignézve nem fogunk unatkozni.